Tartalmas és programokkal teli évet zárta a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtár 2019-ben. Egy több mint 100 millió forintos támogatásnak köszönhetően például létrehoztak egy úgynevezett kultúrkuckót, valamint digitális labor várja az olvasókat. A témával kapcsolatban vendégem az intézmény vezetője, Tomaszowski Anita könyvtárigazgató. Köszöntöm itt a 35 perc stúdiójában. Köszönöm a lehetőséget. Hát ilyen szép dolgokról öröm beszélni, és elsőként azt szeretném megkérdezni, hogy ez a keretösszeg, amit most a felvezetőben is elhangzott, ez elég volt ezekre a kitűzött célokra, vagy már lehet tovább gondolni a folytatást? Mert ugye a megyei könyvtárváros és megyei könyvtár nagyon sok mindenben az élen jár a fejlesztéseket tekintve. Több mint 118 millió forintot nyertünk a Magyarország kormánya megbízása által az Unió, az Európai Unió támogatásával. Sok mindenre elég volt, de nem mindenre. Több mint 70 millió forint értékben csak informatikai eszközöket szereztünk be, tehát a legmodernebb IKT eszközök állnak rendelkezésre. Ki tudtunk alakítani az olvasótermünkben egy mobil térelválasztó rendszerrel egy oktatótermet, illetve közösségi teret, tehát kettős funkciót fog ellátni kifejezetten a fiataloknak, így neveztük el kultúrkuckónak, kamasz térnek. Tehát modern Apple eszközök várják majd a betérőket, elsősorban a fiatalokat, a tiniket, a Pocket közösséggel alakítottunk ki nagyon jó kapcsolatot, az ő programjaik havonta ott szerveződnek, így február 29-én tervezzük ennek a kultúrkockónak az átadását is. A fejlesztésnek köszönhetően teljes mértékben megújult a Vécsey utcai fiók könyvtárunk, tehát ott mindent kicseréltünk, a nyillászárót, akadálymentesített bejárat, mosdó, új bútorok, új informatikai eszközök. Egy olyan közösségi tér és könyvtár alakult ki a Vécsey utcán, amely az ott élőknek teljes mértékben lehetőséget nyújt az élethosszígtartó tanulásba bekapcsolódni és különböző színes könyvtári programokon, rendezvényeken részt venni. Az oktatótermünk géppartját teljes mértékben ki tudtuk cserélni, tehát ott is modern informatikai eszközökkel tudjuk a digitális kompetencia fejlesztést támogatni, a felnőtt oktatásba így bekapcsolódni. Valamint a digitális labor, hát annak a technikai kialakítása még folyik, tehát van, amit még költségvetésből idén meg kell oldani, de 3D nyomtatót, 3D szkennert, USB mikroszkópot, endoszkópot szereztünk be, tehát olyan programokat tudunk majd a lakosságnak nyújtani, ami úgy gondolom, hogy egyedülálló egy könyvtár életébe, tehát majd ezt követően az 5 éves fenntartási időszakban a médiatudatossággal kapcsolatban, különböző stúdiószolgáltatásokkal várjuk majd az érdeklődőket. Mindemellett a fejlesztések mellett el kell mondani, hogy 2019-ben több mint 33%-kal növelni tudtuk az olvasói létszámot, a beiratkozottak, regisztráltak számát. Ez köszönhető annak is, hogy két könyvtárpontot nyitottunk, az egyiket Mandabokorban, a másikat Borbányán, illetve az egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemmel, a Nyíregyházi Egyetemi Könyvtárral kötött együttműködési megállapodásnak is köszönhető, hogy az egyetemi hallgatók így teljes körű könyvtári tagokká válhattak. Mindezek, amikről most hallottunk, amelyek az EU-s támogatásnak köszönhetően valósulhattak meg, mindezek mennyi idő alatt keltek életre? Egyáltalán, amikor erre, ugye gondolom pályázni kellett, hogy milyen irányelvek mentén lehetett elképzelni a terveket? Vagy kimondottan ez egy olyan pályázati lehetőség volt, hogy erre és erre lehet pályázni, vagy a könyvtár munkatársainak a kreativitása is kellett hozzá? 2017 áprilisában nyújtottuk be a pályázatot. Kifejezetten a pályázat célja a könyvtári infrastruktúrális fejlesztés, mely a tanulást segíti elő, tehát a tanulási tereknek a megújulása. Ehhez kapcsolódóan a munkatársaim ötleteivel, kreativitásával tudtunk egy olyan pályázatot benyújtani, mely azt eredményezte, hogy majdnem a teljes összeget, a 120 millió forint volt a teljes összeg, meg tudtuk nyerni.
lehetett volna még, ugye megyei hatókörű városi könyvtárként rendelkezünk egy könyvtárbusszal, lehetett volna még könyvtárbuszra, de sajnos a pályázati feltételek úgy voltak kiírva, hogy azt nem tudtuk megpályázni, így ezt a célt tűztük ki magunk elé, hogy egy fiók könyvtárunkat teljes mértékben újítsuk meg, mert ez rettentően fontos a városi feladatellátás miatt. Valamint voltak kötelező elemei is a pályázatnak. Ilyen az akadálymentesített eszközök a vakok és gyengén látók számára, tehát most már olyan eszközökkel is rendelkezünk, mely ezt a csoportot segíti majd az olvasásban, tájékozódásban, információ szerzésben. És a fő irányvonal kifejezetten az élethosszig tartó tanulás segítése minden korcsoportnak. Ugye meg vannak határozva, illetve mi vállaltunk indikátorokat, elérni kívánt célcsoportokat, és ezeket kell majd az 5 év alatt teljesíteni, és ehhez kapcsolódóan a kollégák számos színes programot, kompetenciafejlesztéssel és tanulással kapcsolatos programot alakítottak ki, és ezeket fogjuk majd megvalósítani. Nézzük 2020-at. Milyen tervek vannak erre az esztendőre? Mit lehet még ehhez hozzátenni? Azon túl, hogy elkezdődik a program végén, ugye, ami itt a napokban datálódik, elkezdődik ugye az a fajta megvalósítás, ami a tulajdonképpeni felhasználás és fenntartás. 2020-ban ezen kívül, hogy elkezdjük a megvalósítását ennek a pályázatnak, szeretnénk még további 2 könyvtárpontot nyitni, mert fontos, hogy a további városi peremterületeket is elérjük. Továbbá van egy digitalizálási pályázatunk, több mint 19 millió forint értékben nyertünk, ebből helyismereti dokumentumokat elsősorban a könyvtárunk gyűjtőkörébe tartozó sajtóorgánumokat szeretnénk digitalizálni, és hozzáférhetővé tenni a lakosság számára. További tervek, hogy elérjük a minősített könyvtári címet, tehát majd nyáron erre fogunk pályázni. Ezen dolgoznak a kollégáim minden áldott nap, amit innen is köszönök nekik, mert ebben nagyon sok munka van. Ez azt jelenti, hogy minél magasabb minőségi színvonalon biztosítjuk a szolgáltatásainkat a használóinknak, és mindemellett a dolgozói elégedettséget is mérjük. Tehát ez egy fontos és hosszú folyamat, ami nem ér véget azzal, hogy megnyerjük a minősített könyvtári címet, hanem ezt azután is folyamatosan fejleszteni szükséges majd. Köszönöm szépen a beszélgetést, és erre az esztendőre is sikereket és szép terveket kívánok a könyvtárnak. Köszönöm szépen.